Még ebben az esztendőben megkezdi az élvonalbeli férfi kosárlabda mezőny az átcsoportos bajnokság második körét. A 14. forduló mérkőzéseit szerdán és csütörtökön rendezik egy kivétellel a Zala az Alakerámi az ETLKK a forduló zárásaként. Pénteken 18 órától a Naturtex szte szedeák vendége lesz. Nincs igazán jó szériában a szegedi csapat, amely az utolsó hat találkozóját elvesztette, és legutóbb november 23-án nyert. A két csapat a bajnokság nyitányán még tiszta lappal találkozott egymással, akkor az ETS Zalaegerszegen 89-84-re győzött. Most a második kör kezdetén az alaiak a tabella hatodik helyén állnak, míg a Szeged a 12. helyezett. Sebastian Krasovec csapata a legutóbbi fordulóban Kecskeméten győzött, és az idegenbeli bravúr mindenképpen önbizalmat adhat az etének.